Június 6-án magyar idő szerint nagyjából éjjel 2 órakor szakadt át a Dnyeper folyót szabályozó gát Novakahovka városánál. A kiömlő víz 70 ezer embert sodort közvetlenül veszélybe, de szakértők szerint középhosszú távon az egész világra hatással lesz. Nem kizárt ugyanis, hogy emiatt megdrágulnak az ipari és a mezőgazdasági áruk. Hogy az orosz vagy az ukrán fél okozta a jelenséget, egyelőre nagyon nehéz megmondani. Erről beszélt stábunknak a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője Szekszárdon. Van orosz érdek, ugye ezzel ellehetetlenül az ukránoknak a támadása mind a kahovkai víztározón keresztül, ahol motorcsónakos gyors támadásokat hajtottak végre, illetve attól délre. Tehát van egy nagyon erős orosz védelmi érdek, de lehet ukrán érdek is, hiszen a krími csatornát valószínűleg ez ellehetetleníti hosszabb távon. Az biztos, hogy a két fél egyelőre egymásra mutogat. Hogy pontosan mi okozta a katasztrófát, valószínűleg csak hónapokkal később derül ki minden kétséget kizáróan. Eközben újra hallani a zaporizsiai atomerőműről, és arról, hogy a gátszakadás miatt egyre nehezebb hűteni Európa legnagyobb nukleáris létesítményét. Márpedig, ha ott baleset történik, az hazánkra is súlyos hatással lehet. A szakértő szerint viszont egyelőre nincs közvetlen veszély. Nem üzemel ez a hat blokk, mind a hat blokk semmi, azt hiszem talán egy vagy két blokk üzemel, és ezekre elég az a hűtővíz, amit ott az erőmű mellett tárolnak egyelőre. Tehát nem látszik olyan forgatókönyv, hogy az erőmű ettől sérülhetne, és nukleáris probléma léphetne fel, tehát leolvadása akár az erőműnek, ez nagyon valószínűtlen, tehát ettől nem kell tartani. Eközben egyre többen adnak hangot Európa vezetői közül annak, hogy a háborút minél előbb le kell zárni. A magyar kormány már hónapok óta ezt az álláspontot képviseli.